megnézzük, hogy mit ír a nagykönyvünk a következő képezetről, a labdáról. 98% eredeti állapot, Pásztor Tamás hozta el az orosz gépet, négy ütemű, négyes sebességváltóval, kvadránttengelyes, ugye, új állapotától vásárolt, 1977-től. Ez igen, így könnyű. Így van, valóban. Hogy sikerült a mai délelőtt vele, jól ment a lada? Tökéletes, tehát mintha új lenne. Reggel már megbeszéltük, ugye, aki nem volt itt, hogy ez volt az első, hogy ladaként adták ki, ez ugye a Zsiguli után. Ez csak egy marketingváltás lehetett, mert egyelőre senki nem tud olyan különbséget mondani, hogy a Zsiguli és a első lada között mi a különbség. Ön viszont tud egy különbséget mondani a délelőtti települések között, melyik tetszett a legjobban? Tetszett minden, az összes település tetszett, a játékok is ötletesek. Úgyhogy sokat merünk majd, merítünk belőle sokat, mert ugye Egerben mi is majd rendezünk szeptember első hetét. Örülök neki, hogy tetszik a dolog, hogy megy majd az ügyességi pályán. Mi is kiderítjük a dolgokat, minden rendben lesz, reméljük. Másodikra meg lesz a dolog, a narancs csapat következik. Oké, az a lényeg, hogy a Pannóniához öltöztek, ezt reggel már megbeszéltük. Hogyan sikerült a délelőtt? Nagyon jó volt, minden tetszett a dolog, az eső azért elmarasztalható lett volna, de ez van, beöltöztük. Most már viszont leöltözhettek, ahogy a kislányom szokta mondani. Milyen volt a ma verseny? Mindenhova odaértek, minden rendben volt? Természetesen igen. Mondom, csak az időben volt egy kis problémánk, de az időjárással nem tudom még mondani. És a feladatok a egyes településeken, melyik volt a legjobb? Melyik? Találtatok még a vállás. Nem, azt szerintem... Domoszló! Sóknak itt a kollégát. A felesége is benne volt valamelyik játék van? A felesége nem, ő nem a feleségem, ő csak utasztársam. Bocsánat, de ő is benne volt valami... Hát ő gyűl a motorra indult, csak most... Azért valami lényeg, ugye? És most itt segít, súg, vagy mit csinál? Volt egy nehez. És hogy nem oldalra ültettem? Oldalról nem akarok most kinyitni, de... Tele van a csúcs, tele van a csúcs, de az akkor megvan a súlya, nehezik. Na figyeljük akkor az újabb, nagyon szép narancs Pannóniát. És még mindig van autónk a brutális kategóriákban, minden túl a Opel Olimpiája 1938-as, a németországi Rüsselsheim gyárban egy ötös motorral adták ki ezt a négy ütemű soros négyhengeres négy fokozatú váltós gépet. Újsághirdetés útján 86-ban került Héder úrhoz az autó, lerobbant korodált állapotából 4 év alatt sikerült ilyen szépét tennie. Ma milyen szép volt a napjuk? Szép volt, jó volt. Mi köszönjük, nem ennyi, mert még most versenyezni kell tovább. És hogy vezette a jobbján ülő Fahrer ma? Jól csináltam. Hát nagy gyakorlat. Az valami biztos voltam. Most is segít az ügyességén? Igen. 21 éve már segít. De úgy hanyatszor van el volt? Hát nem tudom, 92-ben voltam először, és volt egy pár év, amikor kimaradt, mert akkor egybeesett volna, már találkozott volna. Most már minden, most nagyon jó vagyok. Úgyhogy rendben, önök is jól vannak, és akkor jön a Opel Olimpia nem sokára ide be a pályára. Jönnék fel? Nem.